Ezek az apró vérszívók, a kullancsok ma már szinte minden szaba területen megtalálhatók. Erdőben, vízparton, parkban, kertben, de akár városi környezetben is. Rengeteg betegséget terjeszthetnek, így nagyon fontos, hogy védjük magunkat a csípésüktől. Erre különféle kullancsriasztó szerek vannak, ezek hatóideje 1-3 óra. De más védekezési módok is vannak. Van védőoltás, de nem minden kullancs által terjesztett betegség ellen véd. Tehát van ugye ez a kullancs által terjesztett vírusos agyvelő gyulladás. Az ellen van védőoltás, az gyerekkortól már lehet adni, a felnőtteket is érdemes immunizálni, tehát minden korosztálynak ajánlott a védőoltás felvétele, ebben a házi orvos tud segíteni. Azok, akik már korábban felvették, azok pedig figyeljenek arra oda, hogy azért megfelelő időközönként az oltást ismételni kell, úgyhogy mindenki nézze meg, hogy mikor kapta meg az utolsó oltását, és szükség esetén menjen el a házi orvoshoz is, vegye fel az ismétlő oltást is. Viszont, ahogy mondtam, tehát ez nem minden kullancs által terjesztett betegség ellen, például a Lyme-kór ellen sem véd, ezért nagyon-nagyon fontos a megelőzés, tehát magának a csípésnek a megelőzése. Hasonló szabályokat kell követni négylábú kedvencünk védelme során is. A kullancsok előszeretettel fúrják be magukat a kutya szeme és füle környékére, a nemi szervek köré és a mancsokba. Ezeket érdemes minden séta után alaposan átvizsgálni. A legfontosabb azonban itt is a megelőzés. Mázli ennek érdekében egy kullancs és bolhariasztó cseppet kap, amely a bőrén megmaradva egy hónapig nyújt védelmet. A kullancs többféle problémát okozhat, elsődlegesen kiemelném a babéziózist, mert ugye az a leggyakoribb hazánkban, mert egy babézia canis nevű egysejtű parazita okozza. Ugye ez a vörös vérsejtekben van, ott élősködik, úgyhogy hemolízist okoz. Ez a, ugye tulajok számára ez egy nem megfogható dolog, de lényegében annyit kell figyelni a kutyuson, hogyha esetleg kullancs találnának, de ugye nehéz megtalálni, elég picik is szoktak vért szívni, úgyhogy ha esetleg a kutyus már levert, vágyott, esetleg melegebb a kelleténél, lázas, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni a kutyussal. Mi magunk is eltávolíthatjuk a kullancsot, ha befúrta magát valahova. Erre léteznek speciális eszközök, de egy egyszerű szemöldök csipesz is tökéletes megoldás. A bőrhöz a lehető legközelebb meg kell csippenteni a kullancsot, és egy mozdulattal ki kell húzni. Ezek a különféle ilyen népi gyógymódok, hogy ezt szórunk rá, azt szórunk rá, tekergetjük balra, jobbra, meg ilyenek, ezek abszolút felesleges dolgok. Egyetlen egy határozott mozdulattal ki kell húzni, és meg van oldva. Előfordulhat, hogy a szájszerve az benn ragad a bőrben, azzal igazándiból különösebb teendő nincsen, az néhány nap alatt magától is távozni fog, nem kell elkezdeni tűvel szurkálni, meg semmi ilyesmit nem kell piszkálgatni. Ahogy az emberek, úgy a kutyák esetében is igaz, hogyha pár órával a kullancs csípés után sikerül eltávolítani a bőrből a ragaszkodó vérszívókat, kicsi az esélye annak, hogy komoly megbetegedést okozzanak.